Szendrei Júlia, naplóbejegyzés. Átok és kárhozat ez az élet. Ilyen egyedül, magányosan tölteni el napjaimat. Ilyen szeretetlenül élni lesz szép ifjú napjaimat. Mikor minden órám öröm, minden pillanatom gyönyör lehetne, ehelyett most minden pillanatom telve gyötrelemmel, örök tűnődéssel. Szívem oly telve van, keblem majd megszakad, és nincs senki, kinek a tengerből egy cseppet adhatnék. Nincs kitől boldogság lenne hallanom, hogy szeret. Nincs kinek mondhassam, hogy szeretem. Egyedül. Egyedül, örömtelenül. De türelem. Türellem. A sors, mit egyszer elvesz, máskor kipótolja azt. 90 éves koromban majd helyrehozza azt, mit most elmulaszt. Magányos ifjúságomért majd akkorom lesz zajos. Akkor majd nem fogok egyedül tűnődni. Szótlanul sóhajtozni. Akkor körül leszek véve unokáim mentől számosabb és kecsesebb társaságától. Minő dicső kárpótlás, előre élvezem gyönyöreit. Ez az unokai kör éppen az én ízlésemnek felel meg. Szeretném tudni, hányszor fogom elmondani, ha a körülöttem zajgó, visító társaságot összehasonlítom fiatalkori magányommal, adtál, Uram, esőt, de nincs benne köszönet. Kicsikoromtól és egészen a gimnáziumi évek befejezéséig nagyon sok vers és prózamondó versenyen vettem részt, országos és körzeti szinten is, egész jó eredményekkel, de a vers ünnepen én most először veszek részt, és nagyon-nagyon pozitív élmény, és nagyon-nagyon kellemes benyomás volt már az elődöntő is, és az a légkör, és az a hangulat, ami ott az operettben fogadott, az nekem egy nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt. Már ahogy fogadtak az emberek, már ahogy ti hozzánk álltatok, és ez az egész légkör, ez nekem egy nagyon-nagyon szerintem ilyen felszabadult légkörben én még nem versenyeztem, vagy hogy ezt így lehet mondani, úgyhogy én nagyon jól éreztem magam. És szerintem ebből adódóan egy ponton túl, ez lehet, hogy nem jó dolog, vagy nem volt jó dolog, el is felejtettem egy picit azt, hogy én most versenyzek, hanem maga az a helyzet, az a szituáció, és az a légkör, ami ott megszületett, az így beszippantott, és csak jól éreztem magam. És azt gondoltam, hogy ezzel most csak így menni kell.